Tisztelt képviselőtársaink, képzelt riport következik egy közép-európai, kétharmados többségű parlamenti pártszövetség frakcióüléséről. A következő grotesz történet akár meg is történhetett. Polgártársak, tűrhetetlen dolgok történtek a nemzeti együttműködés szeretett rendszerével. Az Alkotmánybíróság, nem is értem, miért nem szüntettük még meg, megsemmisítette az átmeneti rendelkezések címén áterőszakolt, bulkolt alkotmánymódosításainkat. Hiába kapta a Pista hűbérajándékként ezt a posztot, a másik Pistát megfertőzték ezzel a nyugati, bolsevista őrülettel, állandóan valami jogállamiságról papol. Ráadásul még azt is lemerték írni ezek a szemtelenek, hogy érdemben is bele fognak kotnyeleskedni a nagyok dolgába, ha az alaptörvény ellenesnek bizonyul. Majd én azt tudom, hogy mi az alaptörvény ellenes, és mi nem. Hiszen, kedves polgártársak, az alaptörvény én vagyok. Ráadásul ezek a pimaszkis egyetemisták kimertek jönni, tüntetni ellenünk. Zoltán hamar leállította őket, simán a szemükbe hazudott a röghözkötés ügyében. Ezzel időt nyertünk, köszi Zoli. Aztán itt vannak ezek az erkőstelen, gyökér nélküli fiatalok, akik nem hajlandóak a házasság szent intézményében élni. Tűrhetetlen. Végül két nagyon komoly ellenfele van még a nemzeti együttműködés rendszerének. Ott vannak ezek az egyetemek például. Saját autonómiával, teljes gazdasági és gondolkodási szabadsággal. Nem is értem, hogy kaphatták meg ezeket a jókat már a középkorban is. És ott vannak, kedves polgártársak, a legveszélyesebb ellenfeleink, a szocialisták. Lassan néhány százalék különbséget tudunk csak kimutatni a közvéleménykutatásokban, és sorra nyerték az időközi választásokat is. Ez így tovább nem mehet. Úgyhogy Tiborék az elmúlt néhány órában összeütötték a megfelelő választ. Nyugodjatok meg, bosszút állunk az ellenforradalmárokon. Először is elvesszük a nekünk nem tetsző egyházak jogállását, ez a módosítás negyedik cikke. Aztán értésére adjuk mindenkinek, hogy házasságot kötni pedig kötelező, mert hogy az élettársi kapcsolatban élők nehogy azt képzeljék, hogy ők az új magyar rendszer építőkövei lehetnek, ez az első cikk. Aztán korlátozzuk az Alkotmánybíróság hatásköreit, ez a 12. cikk. Ekkora helyzetben nem hozhatjuk őket, elég volt belőlük. És itt van még a 17. cikk, hogy a Fidesz-KDNP kormány döntéseit soha az életben ne vizsgálhassa az Alkotmánybíróság. Ezek után bevezetjük, hogyha az Alkotmánybíróság vagy az Európai Bíróság döntése úgy látná, hogy alkotmányellenes vagy a közösségi joggal ellentétes a magyar kétharmados jogalkotás, akkor fizessen a magyar. Külön adót vetünk ki, hadd tudja meg mindenki, hogy az ország lakosságával fizettetjük meg a jogalkotásunk árát. Nehogy már felelősséget vállaljunk bármilyen rossz döntéseinkért. Ez a 17. cikk kettes bekezdése. Majd a kényszer nyugdíjazott bírókat vesszük elő, utána jöhet a felsőoktatási autonómia megnyírbálása, a hallgatók röghözkötése a 6. és 7. cikk szerint. Nesztek! Végezetül bűnösnek mondjuk ki az MSZP-t, de vigyázni kell. A nevét nem írhatjuk le, hát ha elhiszik a népek, hogy feladtuk a baloldal legnagyobb pártjával való leszámolás szándékát. Pedig nem. Eddig preambulumban ócsároltuk őket, mostantól a normaszövegben a helye. Ez a 2. cikk. Persze előtte el kell még intézni, hogy valaki érvénytelenítse Posgai Imre, Martonyi János, Hofman Rózsa és sokan mások MSZNP pártagságát, meg a mi kis titkárságunkat is. Nyugalom, polgártársak, rajta vagyunk. Nektek egyetlen dolgotok van. Szó nélkül megszavazni a javaslatot. Minden másról majd mi gondoskodunk. De tudjátok, mi lesz azzal, aki nem támogatja. És így ér véget közép-európai történetünk. Mese nincs, a centrális erőtér hősei tudják, mi a dolguk. Navracsis Tibor azt mondta, idézem, a demokráciát nem a Fidesztől kell félteni. Amíg a Fidesz van kormányon, addig a demokrácia nincs veszélyben, mert a Fidesz 1988-ban a demokrácia létrehozására szerveződött. Ezzel szemben a valóság mégiscsak az, amit Orbán Viktor válaszolt itt nekem a parlament falai között tavaly novemberében. Tudja, én a 80-as években nem a diktatúra ellen harcoltam. Tudjuk, miniszterelnök úr, a napnál is világosabb. Csak akkor kár volt az elmúlt 25 évet végig hazudozniuk. Köszönöm szépen!